közösségi összefogás jegyében zajlott ez az esemény is, ahol az egyik kezdeményező szervezet a Vándorló Szépkorúak baráti köre volt. A mai rendezvényünk az az első Holdulamáti Recskó Fesztivál. Idáig tartottunk a 5 Recskó Fesztivál, de azt a Festés utcában a házunk előtt, és kinőttük. Nagyon sokan vagyunk a mai napon, 130-an vagyunk, 2 civil szervezet csatlakozott az ötletünkhöz, a Tólai Sárkáhajósok, a Kovács Gábor féle társaság és a továbbosok, a tovább szabadidős csoport, a Müller Józsinak a csoportja, a kerékpárosok, és nagyon nagy örömmel fogadták a meghívást, eljöttek, és együtt főzünk, 10 bográsba készítünk lecsót, különböző formátumban, a csirkemájos lecsótól egészen a sülkös lecsó, a füstölt marhanyelves lecsótól, a natur lecsó olyan is lesz. Úgyhogy 10 fajta lecsót fogunk készíteni, és bízom benne, hogy nagyon jók lesznek az ételek, és ebéd után majd kezdődik a kulturális program. Vers fog lenni, 2 verselőnk, a Komáromi János fog egy saját versét mondani, akkor Strikné Erzsiket csoportásunk, ő is egy verset, 2 citerás társaságunk fog lenni, vannak barátaink Kunszent Miklóson, a Gála Formáció, ők is eljöttek, nem csak hogy eljöttek, hogy citeráznak nekünk, szórakoztattam, hanem még egy bográsban ők is lecsót főznek, és jönnek majd a Kunszent Miklósi, a Sótfatkárti citerás barátaink jönnek 20 fővel, és ők is szórakoztatnak bennünket, akkor lesz majd egy meglepetés vendégünk, Herzinger Anikó nosztalgia dalokat fog előadni, és lesz még egy ilyen késő délutáni zárásra Tóth István, zenész barátunk, gitáros, az fog még bennünket egy kicsit szórakoztatni, ameddig bírjuk a mai napot. Úgy gondoltuk, hogy ne csak a lecsóról szóljon az egész, hanem akkor nagyon sok barátunk, ismerősünk van, akik veterán járműveket gyűjtenek, és akkor felkerestem őket, és akkor nagyon nagy örömmel csatlakoztak, kis traktortól kezdve, vagy 100 éves kerékpárig, minden van, nagyon-nagyon szépek a járművek. Ha elfogy a lecsó, akkor már nyertünk. Hogyha adon kívül, úgy, mint a Bárka Fesztiválon, az egy nagy meglepetés volt nekünk, hogy egyszerre 2 csoportársunk is első-második helyezést. Lehet, hogy elsők leszünk. Lehet, de ha utolsók leszünk, az se baj. A lecsó fogjon el, érezzük jó magunkat, sokat beszélgessünk, nevessünk. Nagyon-nagyon kell az embereknek az ilyen összejövetel, hogy kimozdítsuk a házukból őket, hogy legyünk őt itt lent, az a csodálatos szabadidőpark, ez azért van, hogy társasággal töltsük be, és itt érezzük jó magunkat, és bízom benne, nagyon szép fog lenni ez a mai nap, és akkor még vannak, itten még jöttek barátaink évek óta, hosszú évek óta, körülbelül 10 éve van egy nagyon jó baráti kapcsolatunk a Gyönki német nemzetiségi önkormányzata, a csoporta, ők is 3 fővel jelen vannak itt, eljöttek a rendezvényünkre, úgyhogy csak jó lehet. Ennyi sok jó ember eljött, ilyen messzire eljönnek hozzánk ide ünnepelni, hogy együtt legyünk, ez csak jó lehet. Rizses lecsót csinálunk, hát gazdagon, így szokták mondani, amit én szoktam főzni, hogy gazdagon csinálja a gót, meg kolbászszalonna, virsli, kis fokhagyma, hát az ízesítések azok már helyi dolgok. Én rendszeresen főzök, tehát szeretem ezt a konyhai, nem ez a szakmám, de beleszerettem ebbe az egész dologba.
Mai nap folyamán mi egy gombás lecsóval készültünk, reszett tarhonyát fogunk még beletenni, és nagyon finom lecsókalbász és szalonna van benne. A közösség építés jegyében érkeztünk a rendezvényre, mint hogy a Tolnai Sárkányhajó Klub Egyesület, hoztuk a sárkányhajónkat kikapcsolódásra. Szeretnénk még ráirányítani a figyelmet, és a lehetőséget megadni itt a játékok mellett, hogy a sportolás is megvalósulhasson a rendezvényen. Egyébként nagyon szeretjük a lecsót, úgyhogy a fiúk voltak, akik a lecsót készítették, mi pedig többiek részt vettünk itt a játékokban. A zsűri tagok kiválasztását sem vették félváról. Az egyik bíráló Szőke Anikó volt, a Snitta Sámuel Magyar Éttermi Kultúráért Egyesület Dél-Dunántúli régiójának elnöke. Hát a mai verseny itt a Tolnai magasparton bonyolódott le, nagyon nagy örömömre szolgált tolnaiként itt a helyi csapatot zsűrizni, bírálni zsűritársammal együtt. Lecsó készült a mai napon. Ugye hagyományosan ez az augusztusi őszi időszaknak az étele. A lecsók nagyon sokszínűen készültek el, hiszen a lecsónak az a lényeg, a Szent Háromsága, hogy a hagyma, a paradicsom és a paprika legyen meg, a só és valamilyen zsiradék. Ez állati eredetű zsiradék a legfontosabb. Itt is a versenyzők ezt használták. Többnyire sert és mangaliza zsírra készültek az ételek, illetve láttuk azt, hogy használtak kenyérszalonnát is az ételeknek az elkészítéséhez. Többen használtak fűszerpaprikát, illetve tésztával dúsították az ételt, így mint a tarhonya vagy a csipetke. Készültek húsos ételek is, mint például csirke combból készült a lecsó, volt, ahol virslit hagyományosan kolbászfélékkel ízesítették a lecsójukat, illetve, ami meglepetés volt még számomra is, a füstölt marhanyel, illetve a máj. Aranyosné Györgyi és csapata zsebelte be az első helyet. Ők a tavalyi nyertestől megkapták a vándorfakanalat, amit még egy évig őrizhetnek. A győztes étel elég tartalmasan készült el, hiszen ők is fűszerpaprikát használtak, kissé paradicsomos ízvilágot jelentett meg az ételük, használtak hozzá tartalmasabbá téve füstölt kolbászt és virslit.